Parkoló autók Szexárdon, a szélvédők mögött pedig ott lapul a mozgássérült kártya. Szexárdon 1300-an, Tolna megyében mintegy 7500-an jogosultak erre az igazolványra. Ezekkel azonban egyre többször élnek vissza. A csalók így nem csak a parkoló díjat ússzák meg, de a tényleges mozgássérültek elől elveszik a parkoló helyet. A bevásárló a, a, közintézményeknél ezeket foglalják el, is valahonnan a világ végéről kell el gyalogolni vagy gyerekesszékelni a mozgássérülteknek. Tehát ez a legnagyobb probléma nekünk. A közterület felügyelők naponta többször is ellenőrzik Szexárd 80 mozgássérült parkolóhelyét. 10 közterület felügyelő van jelen pillanatban. Minden nap tizen próbálják tetten érni a csalókat, akik már öt esetben új módszereket alkalmaztak. Fénymásolták a kártyákat, és a fénymásolt kártyákat helyezték ki. Ezekben az esetben vagy így vagy büntető feljelentést tettünk. Szexádon a rendőrség május 8-áig 14 esetben tett feljelentést csalók ellen. Egyébként április 16-ától a törvény miatt szigorodtak a bírságok is. Aki csal, a helyszínen akár 50 ezer forintra is büntethetik. Ha valaki pedig fél éven belül kétszer is trükközik a kártyákkal, annak akár 75 ezer forintra is rúghat a büntetés. Országos hírek szerint egy fideszes parlamenti képviselő a jövőben fél évre elvetetné azok autóját, akik a mozgásérült parkolóban jogtalanul álltak meg.